1400 éves Indiából származó játék művészi figurákkal, és egy 33 éves Vietnámból származó, de magyar színekben játszó sakkozó, akit az egyszerűség kedvéért mindenki csak Chang kisasszonynak hív. Lehet, hogy nagyon komoly voltam pici koromban is, és talán innen ered a név, hogy Chang kisasszony. Te a főzésben lehet, hogy nem, de a Pepita asztalon ő az ász, pontosabban a királynő. Hazánk első női Európa-bajnoka. A címet Belgrádban pár hete kapta meg, minden játszmát megnyert. Ezeken a felvételeken épp egyik győzelmét elemzi. Sokan azt állítják, a sakk nem számít sportnak, Chang ezt kikéri magának. Egy klasszikus, hosszú parti, sokszor 5-6 órá is eltart, és ilyenkor nagyon fontos a fizikum, tehát a fizikai állapot, hogy mentálisan és kiegyensúlyozott tudjunk maradni végig a parti alatt, hiszen hiába lehet, hogy megléptünk egy 30-40 lépést jól, de hogyha csak egy lépést elrontunk, akkor már is oda vész az eddigi erőfeszítésünk. Épp ezért a versenyek alatt leginkább halat és zöldséget fogyaszt, a megmérettetések előtt napi 2 órát játszik. A sakkszövetség főtitkára már számított erre az eredményre. Nem volt meglepetés, tehát ezt tőle azért vártuk, tehát ő benne, mindig benne volt ez az eredmény, hogy ezt ő elérje. A teljes élmezőnyt megverve tudta elérni ezt a csodálatos eredményt, és egyedül, tehát nem is holtversenyben, hanem egyedül érte el ezt tehát a legtöbb pontot ért el a versenyben. Nagyon boldog voltam, amikor sikerült ez az eredményt elérnem. Úgy éreztem, hogy ezzel az eredménnyel is sikerült hozzájárulnom a magyar sakkozásnak, és illetve hát ugye Magyarországnak hozni egy szép eredményt. A több mint 10 nyert játszmánál néha a szerencsé segítette. Szerencse az, amikor már nagyon rosszabbul állsz, és viszont az ellenfeled valamiért nem húzza meg a jó lépést, és sikerült megmenekülnöd. Szerencse az, amikor hosszú-hosszú órák után valaki nagyon elfáradt, és például tehát nálunk az van, hogy vaksak, tehát nagyon egyértelmű lenne a lépés, de ő mégsem látja. Nem meglepő, hogy itthon érzi magát. 1990-ben költöztek Budapestre, egy szállodát üzemeltetnek, édesapja a mestere. Apukám tanította meg sakkozni még 4,5 éves koromban, úgyhogy majdnem 30 év nyi sakkozás után jött ez az eredmény. Voltak olyan napok, amikor napi 6-8 órát edzettem. Évente 9-10 versenyeken játszottam, nagyon sokat utaztam. Egyszer összeszámoltam, és eddig azt hiszem, hogy körülbelül olyan 24-25 országban voltam összesen. Mindjárt visszatérünk Chang kisasszonyhoz, de pár érdekes adatot is megtudtam Mészáros Attilától. 5000 versenyengedélyt adtak ki, 28000-en tagjai a sakkszövetségnek. Már sok óra is választható egyes iskolákban. És matta labdarúgásnak, míg fociban a FIFA ranglistája szerint a 30. helyen áll hazánk, addig sakkban jóval jobbak vagyunk. Első 6, 4., 6. hely között vagyunk jelenleg a világon, mind a férfiak, mind a nők között. Magyarországon rengeteg nagy mester van, hogyha most nem tudom, egy Egyesült Államokhoz hasonlítjuk, ahol mondjuk 10-zel több nagy mester van jelenleg, mint Magyarországon, és hát a lélekszám az azért két külön dolog. A vékony, sportos lánynak nem akárki gratulált friss EB címéhez. Példaképpen a Polgár Jutka. Amikor megnyertem az Európa-bajnokságot, akkor tőle és a kedves férjétől, a dr. Gustavtól is kaptam egy SMS-ben egy gratulációt, és mondták, hogy zseniális vagyok. Chang ezen szavak megismétlésétől is zavarba jött, úgyhogy az amúgy szállodai menedzserként dolgozó nagymestert én is leteszteltem. 2 cappuccino, 1 kávé és 3 deci szóda mennyibe kerül nálatok? 2 cappuccino,
egy kávé és három... Három deci szódavíz. Három deci szódavíz. Uh-huh. Azt mondja, hogy 820.